Így október közepén a mezőgazdasági területeken már javában tartanak az őszi munkálatok, így például az őszivetésű növények talajba juttatása zajlik a földeken. Melyek ezek a növények? Nyilván az őszi árpa, őszi búza. Elég kellemetlen és nehéz most megfelelő magágyat készíteni ezeknek a növényeknek, tehát ez volt a legnagyobb gonda a növényeknek a vetésénél, hogy a korábban már említett nagyon nagy szárazság aszály, ami július-augusztus-szeptemberben jelentkezett. Ez a talajművelőgépeket annyira próbára tette, illetve akármilyen művetet próbáltunk elkövetni, mert nem mindig tudtunk megfelelő minőségű magágyat készíteni a növényeknek. Az utóbbi hónapokban a csapadék mennyisége nem kedvezett a gazdálkodóknak. Július, augusztus és szeptember e 3 hónap alatt összesen kevesebb, mint 40 mm csapadék esett, de az egész évit nézzük, akkor az is 258,5. Ez a mi mérésünk alapján, tehát nyilvánvaló, hogy ezekben a nyári hónapokban nagyon ki lehet azt mondani, hogy végtelen nagy aszály volt itt a területünkön. Ez az a műszer, aminek a segítségével a gazdák nyomon tudják követni a csapadék mennyiségének az alakulását. Az utóbbi időben talán egyre nagyobb jelentőséggel bír, hiszen néhány napja az esőzés jellemző térségünkben. Az elmúlt 3 napban több mint 50 mm csapadék hullott a földekre. Ez az említett aszály után ez végtelenül megkönnyíti a őszi munkáknak a végzését, akár a hátralevő vetésnél a talajelőkészítést, illetve a tavaszi munkáknak a szántásos talajelőkészítésének a elvégzését. Ez egy áldásos csapadék mennyiség volt, és bízok benne, hogy ez vonóerőbe, gázolajba könnyebbséget fog jelenteni a gazdálkodók számára. Az őszi munkálatok tehát már javában zajlanak, mely remélhetőleg a legjobban fog alakulni a gazdák számára.